Továtai Árvaházból érkeztek, sok programnak ad helyet, ismét figyelmeztet az adóhivatal a közmunkaprogram eredményei karcagon. Jó estét kívánok! Önök a nagymunkássági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. szeptember 17-én 18 óra 5 perckor. Továtáról egy árvaházból érkeztek Beregfürdőbe táborozó gyermekek a karcagi római katolikus plébánia szervezésében. A csapat Karcag nevezetességeivel is megismerkedett, a fürdő volt a legnagyobb élmény a gyerekeknek, akik Karcagra is kerékpárral érkeztek, de a Tiszatóhoz és Debrecenbe is elvitték a csapatot. Mint Gulyás Zsolt plébános érseki tanácsostól megtudtuk, Bőte Csaba atyával szerettek volna megismerkedni és segíteni. Régóta foglalkoztat már bennünket az a gondolat, hogy a Bőte Csabával szeretnénk személyesen is megismerkedni, és hogy ehhez a nemes feladathoz valamilyen módon mi magunk is szerettünk volna csatlakozni. Régebb óta gondolkodtunk már ezen, hogy hogyan lehetne ezt kivitelezni vagy megvalósítani, és hát itt a Váci Attiláné Ica volt az, aki ezt úgy nagyon rajta volt az ügyön, és felvette a kapcsolatot a Bőte Csabatjával, a segítőivel, munkatársaival, és akkor mi azt ajánlottuk föl, hogy Beregfürdőn a Szent László Lelki Gyakorlatos Ház és Gyógyülőbe rendvégül tudnánk látni gyerekeket. Nekünk mindegy, hogy honnan jönnének ezek a gyerekek. Hát körülbelül a üdülünkben 40-en férnek el, de nyilván egy ilyen 20 fős létszámot viszonylag kényelmesen el tudunk látni. És akkor így jött a választás, Szovátára küldtek el bennünket, illetve a Szovátáról a Dalma vette föl velünk a kapcsolatot, és akkor így kezdődött el még a tavasz folyamán ennek a szervezése. Az atya azt is elmondta, hogy a pályázat segítségével tudtak az utazásban segíteni, és az itteni hívek segítségével látták vendégül az árvákat. Kuján Zsolt atya hálásan köszöni azoknak a híveknek az adományt, akik a vendéglátásban segítették őket. A táborozó gyermekeket kérdezve kiderült, hogy a strandolás és azon belül is a csúszda jelentette nekik a legnagyobb élményt. Volt, aki először járt hazánkban, de volt, aki már nem első alkalommal. A karcagi Ferdinánd nagyon ízlett a gyerekeknek, akik érdeklődéssel hallgatták Sütőné Klárika néni tárlatvezetését a Daláló Múzeumban is, hiszen ilyet otthon még nem láttak. Hát idáig, ami volt, az főként Beregfürdőnek az adottságait élvezték a gyerekek főként. Akkor, amikor van szentmis, akkor ők is bekapcsolódnak ebbe. Ugye szombaton az első ilyen közös program volt a szentmise. Aztán ugyanígy vasárnap is a fürdőben voltak, és ott a délután a szentmise volt, és utána pedig filmnézés volt, egy szentnek az életét nézték meg, a Bakítát, és hát persze most ők maguk is, tehát a tegnapi nap folyamán is ez volt, hogy számítottunk arra, hogy hűvösebb lesz, és emiatt úgy próbáljuk kihasználni ezt a lehetőséget vagy adottságot, mármint a strandolást. Ma itt voltak Karcagon, tehát ma van kedd, és itt pedig megnéztük a Kálváriadombot, de hát úgy, hogy lovaskocsival mentünk, a Mészáros Zsolték biztosították nekünk, úgyhogy mi utána biciklivel bejöttünk Beregfürdőről, a Megbékélés házából kaptuk meg a bicikliket, a lovaskocsi várt bennünket, és akkor mentünk először a Kálváriadombhoz, ott egy kicsit úgy megnéztük a várost, és utána mentünk el Sütőné Klárikához a Daráló Múzeumban, majd pedig a Erkel Ferenc utcába a Kántor Sándornak az alkotásait néztünk meg. És hát utána plébánián ebédeltünk, most itt vagyunk a templomba, aztán majd visszamegyünk Beregfürdőre, visszabiciklizünk, este pedig misi testvért várjuk, majd ilyen nyári tábori hangulatot idéző est lesz, és a holnapi nap folyamán megyünk még a Tiszatóra, ott lenne egy csónakázás, szeretnénk azokat centrumba is szétnézni, aztán ha lehetőség van, akkor még megint szeretnénk fürdeni, és akkor csütörtökön van még ilyen kérdőjeles programunk, tehát még ott várunk bizonyos visszajelzéseket, de lehet, hogy
Debrecenbe mennénk el, és hát Debrecent néznénk meg, aztán még ott lehet, hogy valami szórakozási programot terveztünk volna, aztán lassan vége a tábornak, tehát még lesz a csütörtök este, még akkor majd valahogyan beszélgetünk, elköszönünk egymástól, és akkor lehet, hogy akkor jövőre is várjuk őket vissza, ha tetszett nekik a tábor, vagy akkor egy másik csoportot majd fogadunk. A gyerekek iskolába járnak, évente 2-3 ilyen karcagihoz hasonló külföldi táboruk van, ami nagy élmény mindenkinek, árult el kísérőjük. A csoportban jelenleg 17 gyerek van, a legkisebb gyerekünk 6 éves, és a legnagyobb 20 évet töltött. Hát az arány az vegyes, de inkább most többségben lányok vannak. A gyerek otthon vannak még gyerekek, összesen 53 gyereket nevelünk. 7 nevelővel együtt, ott élünk közösen, 24-ből 24 órát együtt vagyunk a gyerekekkel. A gyerekek a helyi iskolákba járnak. Évente 2-3-szor van a gyerekeknek ilyen külföldi tábor. Ez a tábor most az első tábor, nagyon élvezték a gyerekek, tetszett nekik a fürdés, ma egy kicsit város néztünk, bicikliztünk. Én úgy érzem, hogy mindenki jól érzi magát. A gyerekek kiválasztása, hogy jöhetnek a táborba, az úgy történt, hogy azok a gyerekek, akik egész évben jobban tanulnak, jobban viselkednek, akkor ez nekik egy ilyen jutalomtábor volt. Felnőtt kísérőjüktől, Dalmától azt is megtudtuk, hogy a tábor tagjai jutalmon kapták ezt az utat tanulmányi és közösségi munkájukért. A Györffy István Nagykun Múzeum sok programmal várta már eddig is a látogatókat. Az év Szűcs Imre karcagi születésű fazekasmester kiállításával indult januárban. Az év során a múzeumban több érdekes kiállítás volt, melyek közül emlékezetes sokak számára a csodálatos Izraelt bemutató fotókiállítás. Ebben az évben egész érdekes és jó kiállításaink voltak. Ugye kezdődött azzal, hogy Szűcs Imre fazekasmester, aki karcagi születésű, bár nem Karcagon dolgozik, jelen pillanatban tavaly ünnepelte a 70. születésnapját, és hát ebből az alkalomból az ő kiállításával kezdtünk januárban a Magyar Kultúra napjához kapcsolódóan. Ez a kiállítás, hát nagy sikerű kiállítás volt természetesen. Egy keresztmetszetet adott, egy áttekintést adott Szűcs Imre eddigi munkásságáról. Ezt követően pedig egy olyan kiállításunk volt, amely több kiállításunk volt, de csak egyet szeretnék kiemelni, amit a Csodálatos Izrael címen mutattunk be. Ez a kiállítás fénykép kiállítás volt, egy izraeli magyar kettős állampolgár illetőnek a kiállítását mutattuk be, amelyet dr. Molnár Sándor főorvos úr közvetített, és Izraelt mutatta be, izraeli arcokat, tájakat, bibliai tájakat, bibliai arcokat mutatott be. És ez egy nagyon érdekes, nagyon jó kiállításunk volt. A Kovács Mihály emléknaphoz kapcsolódóan az Illési családról volt egy fotókiállítás. A Kovács Mihály emléknapokhoz kapcsolódóan egy huszártábornokról kiállítás, amelynek van kötődése természetesen a nagykunsághoz, hiszen Illési kapitány úrnak, nagykun kapitánynak a rokonságába tartozó, az ő déd nagyapjának az anyagából állítottuk ki ezt a kiállítást, aki ugyan az első világháború alatt volt huszár, illetve a 19. században volt huszár, de hát ugye a huszárság és Kovács Mihály természetesen összefüggnek egymással, ezért nyitottuk meg azt a kiállítást. A Birkafőző Fesztiválhoz kapcsolódva Kabai László fotókiállítása volt a karcagi határ állatairól és az ott élő emberekről. Megrendezett dokument a Birkafőző Fesztiválhoz kapcsolódóan Kabai Lászlónak egy fotókiállítása volt szintén, amely fotókiállításon a kunsági, illetve a karcagi határban állattartó gazdákat bemutató fényképeket lehetett látni, állatokat, birkákat, marhákat lehetett látni, tehát kapcsolódott a Birkafőző Fesztiválhoz. A nagykunsági kulturális napokhoz kapcsolódva a Darmenis János Múzeum fehérhincés gyűjteményéből nyílt kiállítás, amely október végéig még látogatható.
A kiállításhoz egy kisfilm is kapcsolódik, ahol megnézhetőek ezek a jegyzések. Augusztus 15-én nyitottuk meg a kiállítást, ami a fehér hímzést mutatja be. Ez egy tudományosan feldolgozott kiállítás, ahol tudományosan is meg lehet figyelni a fehér hímzésnek a változatait. Ehhez kapcsolódóan ugye van egy kis filmünk is, amit meg lehet nézni, illetve hát van egy könyv is, amely összefoglalja a kiállítás anyagát. A múzeumok éjszakáján is látványos programokkal várták az érdeklődőket. Kézműveskedés és bemutató éjszakai pincelátogatás, nyáresti muzsika is volt a programban. Este 11-kor pedig egy eddigi, tehát egy különleges tárlatvezetésre vártuk a látogatókat, akik még, és elég szép számmal, hál' Istennek elég szép számmal érdeklődtek, akik még itt jártak, a múzeum pincéért az volt a címe, hogy a rejtélyek a múzeum pincéjében, és az a rejtély, hogy nincs rejtély, tehát bemutattuk egyáltalán, hogy hogy néz ki a pince, hiszen nagyon kevesen láthatták. Tulajdonképpen, amikor kórház volt az épület, akkor már aki láthatta, az már nem látta igazán, hiszen az volt a proszektúra, tehát csak az orvosok, illetve a boncmester látta igazándiból. Azt követően pedig a múzeumnak a szenes pincéje volt, amelyet ugye majd 98-ban tisztítottunk, kitakarítottunk, és azóta látható ilyen állapotban a múzeum pincéje, és azóta szolgálja a birkafőző fesztiválokat is tulajdonképpen. A napokban ismét több bejelentés érkezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz arról, hogy adathalászok kísérletet megszerezni ügyfélkapos bejelentkezési és bankkártya adatokat. A NAV a Karcag Televízióhoz eljutatott közleményében hangsúlyozza, hogy ügyfélkapus adatokat mindenki csak a megfelelő oldalon adja meg, ilyen például a www.nav.gov.hu, www.magyarország.hu. A csalók sokszor olyan oldalakat szerkesztenek, amelyek arculati elemeiben is rendkívül jól utánozzák a valós bejelentkezési felületeket. Ilyenkor azonban a webcím árulkodható lehet. A bankkártya adatokat pedig a NAV soha semmilyen körülmények között nem kér. A NAV nevében írt az adóvisszatérítés lehetőségre felhívó elektronikus leveleket, SMS-eket, hibás nyelvi fordulatok, tegező megszólítás, értelmezhetetlen szövegrészletek jellemzik. Általában egy linket is tartalmaznak, ami a gyanútlan ügyfelet egy felugró űrlapra vagy honlapra vezetik, ahonnan a csalók általában a bankkártyák hátlapján található háromjegyű számot, az úgynevezett CVV per CVC kódot, vagy az ügyfélkapus bejelentkezési adatokat kérik. Ha valaki megadja a bankkártya adatait, számolnia kell azzal, hogy illetéktelenek pénzt emelhetnek le a számlájáról. Figyelmeztet az adóhatóság. A NAV már nagyrészt elektronikusan kommunikál ügyfeleivel. A hivatal ügyfélkapun keresztül, illetve postán adószámla kivonaton értesíti az ügyfeleket a túlfizetésről. Amit csak az 1917-es nyomtatvánnyal lehet visszaigényelni, linkre kattintással nem, írják közleményükben. A gyanús üzenetekkel kapcsolatos további információk, hasznos tanácsok a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetének honlapján találhatóak. Korábbi híradásainkban is rendszeresen tudósítottunk a Városgondnokság által végzett fontos munkálatokról. Ezek közül számos tevékenység a közmunkaprogram keretein belül zajlik. Stúdiónk vendége Molnár Pál, a Városi Önkormányzat Városgondnokságának igazgatója, aki Szabó Ferenccel beszélget a közmunkaprogramról. Mai vendége Molnár Pál, a Városgondnokság igazgatója. Köszöntöm Önt a stúdióban. Köszönöm szépen, és nagy tisztettel köszöntöm a televízió nézőit is. Mit tart a legsikeresebb ágazatnak, akár a közmunkaprogramon belül, amely olyan hozzáadott értéket adott a város működéséhez, a városnak, amire büszkék lettünk? Az igazság, hogy egyet így nem lehet kiemelni, mert hogyha darabonként megnéz, vagy programonként megnézzük, akkor mindenhol van hozzáadott érték. Mondhatom ezt, hogy megoldódott az aszfaltozási probléma, külön aszfaltos csoportot sikerült alakítani, az összes aszfaltozó gépet, amely a kátyuk rendbetételéhez szükséges, vagy járdakészítéshez szükséges, meg tudtuk vásárolni 100%-os állami finanszírozás mellett.
valamint sikerült a szociálisan hátrányos helyzetű munkavállalókba egy olyan aszfaltozó csoportot kialakítani, akik maguknak érzik ezt az aszfaltozást, és egyre jobb szinten elvégzik. Ez a város szempontjából egy magas hozzáadott érték, mert évente egy 20 millió forint értékű aszfaltot sikerült bedolgozni a városba, amire a városnak nem kell fordítani semmit, sem bérben és járulékban, sem pedig közvetlen költségben, tehát anyagvásárlásban maga az aszfaltot is megtámogatja az állam, de sem a járműveknek a hajtó és kerülőanyagát nem kell külön önkormányzati forrásból megvásárolni, hanem állami forrásból tudjuk biztosítani. De ugyanígy tudnám említeni a mezőgazdasági program keretében azt, hogy durván 3 hektáron, 2,9 hektáron gazdálkodásai erdőgazdálkodás tekintetében csemetéket állítunk elő, amelyek a közterületekig kerülnek, de ez nem csak Karcagon történik már a fák kiültetése, hanem nagyon sok környező település is megkeres bennünket és vásárol tőlünk csemetét, de mondhatnám azt a zöldségtermesztési vagy gyümölcstermesztési programot is, ahol nagyon sok helyre értékesíteni tudunk már. Egy nagyon fontos állomása volt ennek az értékesítési láncnak az, hogy a környező települések közül több olyan feldolgozó üzem létesült, amelyek alapanyag szükségletét nagy mértékben alapozzák a karcagi termékekre, akár gyümölcs, akár zöldség tekintetében, tehát nagyon kedvező piaci pozícióba vagyunk. De mondhatnám azt is, hogy pecsenye csirke előállítással foglalkozunk, több turnusban, egy-egy turnusban 5-600 pecsenye csirkét állítunk elő, évente 3-4 turnusban, és ezt is most már nem csak a középkeztetésbe forgatjuk vissza, hanem piaci szereplőként is értékesítésben megjelenünk, amely szintén bevételt jelent a városgondosságnak. Mondhatnám azt, a közterületek, közutak karbantartása, rendbentartása ugyanolyan fontos a város életében, mint az előbb említettek, de mondhatnám azt, hogy a mezőgazdasági fölött a Karcag, hogy egy mezőgazdasági nagyhatárú város 30 ezer hektár termőterülete van a városnak, és itt több száz kilométer földút van. Évente több 10 millió forintot tudunk ezeknek az utaknak a karbantartására fordítani. Ezt is a közmunkaprogram biztosítja, nem csak a dolgozóknak a munkabérét, hanem azokat a speciális eszközöket is meg tudjuk ebből a munkaprogramból vásárolni 100%-os támogatottság mellett, amely ahhoz szükséges, hogy normális állapotba tudjuk, járható állapotba tudjuk hozni ezeket a mezőgazdasági földutakat. Azért azt nem mondanám, hogy 100%-ban minden évben több száz kilométer utat rendbe tartunk, de egy-egy évben 70-80 kilométer úttal a legrosszabbakkal és a legnagyobb forgalmakkal boldogulhatunk. Tehát nagyon nehéz ebből a közfoglalkoztatásból bármit is kiemelni, de kiemelhetném azt a 15 fős csoportot is, aki a illegális hulladéklerakóknak a felszámolásával foglalkozik. Ez a pályázat mindösszesen annyit takar, hogy a kialakult illegálisan lerakott szemetet, hulladékot össze kell gyűjteni, és ezt be kell szállítani olyan hulladéklerakó telepekre, Karcag esetében nagyon egyszerű helyzet, mert a karcagi hulladéklerakóra, ahol további feldolgozásra kerül ez. Legyen ez a végszó, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!